Hangzó Miskolc, 11. rész Ebben a részben a csupros Mária szobor leírását hallhatják. Áll a belvárosban, a mincentéri útkereszteződésben egy magas oszlop, tetején egy szeléd arcú szűz Mária szobor. Elfogadalmi oszlop állításának hajdanán az volt a célja, hogy a szombat esténként összegyűlő hívek imádkozzanak az Úrhoz és Magyarország nagyasszonyához, hogy a lakosságot megőrizze a járványtól. A szobor keletkezésének és elnevezésének a gyökerei a valaha Miskolt szomszédságában lévő, de már a várossal régen összeépült faluba mind szentre vezetnek. A 18. század első felében, az országban dúló Pestis idején, a mincentiák a szűzanyához imádkoztak, hogy mentse meg őket a kortól. Csodák csodájára a falut elkerülte a járvány. A lakók hálából 1738-ban szobrot emeltek a szűzanyának, melyet a főtéren állítottak fel, ott, ahol a falu egyik legfontosabb eseményét, a piacot is tartották. A teljes kofák a szobor talapzatára rakták ki az edényeiket, majd későbbi időkben, amikor kis vaskerítést húztak a szobor köré, állítólag a fazekas mesterek akasztották a portékáikat a korlát hegyes rúdjaira. A legenda szerint egyszer egy vándorló ágról szakadt fiatalasszony pihent meg a piacon három kicsi gyermekével. A teljes kofák megszánták őket, és az asszony bögréjét megtöltötték tejjel, jól lakadták a csöpségeket. A család a piacon töltötte az éjszakát. Amikor a fiatal asszony éjjel felébredt éjségében, egy hibátlan, kékmázas, tejjel teli csuprot talált a Mária szobor mellett. Végre ő is jól lakhatott. Reggelre kelve ismét teli volt tejjel az égszínkék csupor. A család bőségesen megreggelizett. A csoda híre gyorsan terjedt az emberek körében. Mária nem csak a pestistől mentette meg a falut, hanem az éhenhalástól is az édesanyát és gyermekeit. Bárhogyan is esett, a szűzanya szobrának elnevezése attól fogva csupros Mária lett. A szoborállítás után pár évvel, csak nem húsz év építkezés után 1743-ban szentelték fel az akkori Minszent főterén a mai is impozáns látványt nyújtó barokk, két tornyú, Szent Péter és Pál apostol templomot. Mincent és Miskolc 1880-ban történt egyesülése után is megmaradt a Mincenti templom megnevezés is. Miskolcon ez az egyetlen hely, ahol évszázadokra visszavezetve is mindig katolikus templom állt. Érdekesség, hogy a templom oltárképei magyar királyokat, a mennyezet freskók pedig egykori miskolci polgárokat ábrázolnak. Ez a Mária szobor Miskolc első köztéri szobra volt. Alkotója ismeretlen, de az ugyanabban az időben keletkezett Diós Győri Immakuláta szeplőtelen fogantatás szobrával való hasonlatosság alapján valószínű, hogy ugyanaz vagy ugyanazok a mesteremberek készítették mindkét alkotást. A Mária oszlop lábazatán eredetileg Nepomuki Szent János, Szent Sebestyén és Szent Lőrinc Mártírok szobra is helyet kapott. A talapzat három oldalán pedig latin nyelvű szövegek voltak olvashatók, melyek Magyarország nagyasszonyát és a három szent férfiút dicsőítették. Az eredeti szobor felirataiból ma már nem sok látszik, és azt a keveset is hiába keressük a Minszen téren látható alkotáson. Ugyanis a szoborcsoport az 1878-as árvíz idején megrongálódott, és csak Mária alakját restaurálták. Ezt az eredeti szobrot ma a templom hátsó udvarán lehet megtekinteni. A kereszteződésben álló Mária szobor egy másolat amely az idők folyamán többször költözött a téren az egyre fejlődő forgalom és építkezés kívánalmai szerint. 2001-ben került a mostani helyére a templom, a Máv igazgatóság és az ITC, a Nemzetközi Kereskedelmi Központ épülete által határolt kereszteződésbe. A csupros Mária szoborhoz, a villanyrendőr csomópont színvaterasznál lévő buszmegállójától juthatunk el a legegyszerűbben. A Szemere utcán kell végigmenni körülbelül 350 métert egészen a Mintzentérig, a Mávigazgatóság épületéig az itt lévő útkereszteződésben egy nagyjából háromszög alapú, 15 négyzetméternyi fűvel és néhány bokorral díszített szigeten áll a szobor, melyet legjobban az ITC székháznak háttalálva láthatunk. A világos kőből faragott, csupros Mária szobor, ahogy eredetileg is felállították, egy háromágú talapzaton, karcsú korintoszi oszlop tetején egy földgömbön áll. Feje fölött csillagokból álló glória látható. Mindezt egy háromlépcsős, lépcsős, hatszög alakú beton emelvényen helyezték el. Így az egész alkotás magassága az életnagyságú Mária szoborral a hat métert is meghaladja. A felfelé keskenyedő, háromágú lábazatot spirál alakú faragások ékesítik. A rajta magasodó egyenes oszloptörzs oszlopfője faragott levél, Virág és kis tekercs formákkal gazdagon díszített. Díszei kifelé nyúlnak, mint egy felfordított harang. Az oszlop tetején gömb látható, ezen áll a női alak. Mária feje fölött sötét színű glória látható. A szobor hátához egy fémpálcát erősítettek, ehhez rögzítették a fémből készült kört, rajta tizenkét csillaggal, mely Mária koronáját jelképezi fejét enyhén jobbra fordítja, lefelé néz. Kerek, szabályos arcán, komolyság látszik. Hosszú hullámos haja hátul a válla alá omlik. A fejtetőre tűzött keskeny kendője a jobb oldalon követi hajának esését. Súlyos, balvállán átvetett lepelszerű ruházata, barokkosan, hátul széles, függőleges redőkben hullik alá egészen a sarkáig. Elől, csípőtájékon, egy rafinált csomó fogja össze ezt a köpenyt. Így enged egy kis szabadságot a mozgásban, és láttatja az alatta viselt hosszú jó ruhában karcsú derekát. Elől, a vállak közelében két nagyméretű kerek csat díszíti és tartja a ruhához erősített hátra és oldalra omló leplet. Behajlított karjait könnyedén a melkasa előtt tartja, a bal karja kicsit lejjebb van a másiknál, a jobb könyökét pedig kissé eltartja magától. A két kéz összeér, finom ujjaival éppen megérinti a ruháját. Alulról nézve a glória szabályos körben öleli körül a fejét, és Mária testtartása olyan, mintha egy gyermeket tartana a jobb karjában, s tekintetét is rászegezné. A nő alaknak a ruházat alól kilátszik mindkét lábfeje, saruban ábrázolták. Szabadon látszódnak lábujjai, és az ujjak között a sarupántja. A földgolyón, melyen Mária áll, a gonoszt jelképező kígyó tekeredik. A ráhulló hosszú ruha nem engedi látni teljes terjedelmében a kígyót, mely a kísértés szimbólumát, egy almát tart kifeszített állkapcsa között. Mária behajlított jobb lába, holt sarlón támaszkodik. A test súlya a bal lábán van, és a kígyón tapos. A hold a szüzesség, szeplőtelenség, a gömb a tökéletesség szimbóluma. A katolikus egyházban a tökéletességet őrző és a rosszat eltaposó Mária alakja így óvja meg Magyarországot. Audio -narrátor Kelemen Erzsébet, tapasztalati tanácsadó Amriskó Tamás. Készült a látásmód alapítvány megbízásából 2021-ben.